Javában zajlanak a kormányablak átalakítási munkálatai a Városházán. Kuruc Istvánnal beszélgetünk, hiszen ő ennek az összefogója és a mestereknek a munkának a kiadója. Mit kell tudnunk arról, hogy mikorra készül ezzel, és hol tartanak a munkálatokkal? Hát először is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió munkatársait, illetve a televízió nézőit. Hát ott kezdeném talán, hogy az Ady Endre utcai 4 felújítási munkáit elvégeztük. Én úgy gondolom, hogy mindenki megelégedésére, ezt követően került sor kiírásra a kormányablak elkészítésére. Hát ezt is megpályáztuk, megnyertük a munkákat. És hát végeredményben, hogy mikor, hogy, mint, erre annyit hagy mondjak már, hogy egy kicsit az egész húzódott adminisztrációs dolgok miatt, és sajnos később is volt egy kis probléma, tehát amikor elkezdtük a munkákat, akkor végeredményben szembesültünk azzal, amikor megbontottuk a padozatot, hogy bizonyám nem az van, mint ami be van tervezve, bizonyan a mennyezet nem az, mint ami be van tervezve, és hát ezeknél problémák merültek fel, ezeket át kellett hidalni, ezeket meg kellett oldani, ebbe partner volt a megyei kormányhivatal, partner volt a karcagi kormányhivatal, és a vezető tervező bevonásával sikerült, most már föltárva, hiszen előtte nekünk nem is volt rá lehetőségünk, hogy feltárjuk, egy olyan megoldást találni, ami úgy gondolom, hogy hosszú távra, ha ez elkészül, akkor megnyugtató lesz. Itt azért végeredményben mindenki előtt ismert, hogy több iroda volt, 2 nagy válaszfal lett kibontva, a ajtó magasságáig körbe minden leverve. Sajnos az ajzatbeton helyett, amit bent kellett volna hagyni, salakot találtunk. Ahol meg beton volt, ott régen a páternoszterek voltak, 30 centis beton, 16-os vassal vasalva, 15-ös hálóval, tehát minden teljesen másképp volt, mint ahogy meg lett tervezve, de hát azért vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat. Ez viszont azzal járt, hogy plusz anyagokat kellett, illetve más anyagokat is kellett beépíteni, mint ami be lett tervezve, és mégpedig lenne egy ilyen dörken típusú szigetelő anyag kerül az ajtó magasságokig beépítésre, és ugye az egészet le kellett ajzatbetonozni. Ez egy nagyon jó minőségű szigetelő anyag, és egyben szellőző. Na most erre azért volt szükség, mert az épület alatt, igaz, hogy ott nem, de a folyosó rész alatt már pincesor helyezkedik el, lementünk a pincébe, és hát bizony elég nedves volt, úgyhogy a tervezőkkel tettük mindezt meg, és végeredménybe így sikerült szerintem egy nagyon jó technológiát kitalálni rá. Ez azért összesen be már most mindent beleértve, közel 30 millió forintos munka. Először úgy indult, hogy október 20-án, illetve október 30-ára kész lesz. A közbejött problémák miatt, illetve, hogy plusz terveket kellett hozzá készíteni, és azt elfogadtatni, tehát így lényegesen később tudtuk megkezdeni a munkákat, de annál nagyobb erővel kezdtük meg. Idáig eljutottunk odáig, hogy a 2 válaszfal kibontásra került, vakolat most már az új módszer szerint az ajtó magasságig le lett verve, az ajzatbetont elkészítettük, aláfűtési rendszereket, tehát magyarul, ami a betonburkolat alá kell, azt mindent elhelyeztünk. Még egy módosítás történt, hogy a WC-be került be, a mozgáskorlátozott WC-be került be, úgy, hogy van is neki helye a gázkazán beépítésre. Ez mindenképpen praktikus megoldás lesz, és lent ugye van a váró, van a munkatér rész, ez összesenben mintegy 153-160 négyzetméter, ez egy greslapos, illetve PVC-s burkolat lesz, de a döntő többsége a greslap lesz, ez egy nagy teherbírású burkolólap, és ahogy elmondtam, így a ajtó magasságáig újra lesz az egész szigetelve, vakolva, pucolva, stb., amit meg kell neki csinálni. Végeredményben a villanyszerelési munkák, az elektromos részek egy része elkészült, hozzáteszem, hogy ez nagy mennyiségű munka. A könyvüves munkának a bontási része, illetve a javítási részek egy része már elkészült. Elkészült az összes ajzatbeton, ahol el lett bontva a válaszfal, és még építeni kellett hozzá az ajtók, egyebek miatt azok
elkészültek, most azért van kevesebb létszám szerdai napig, szerdán már teljes létszámmal leszünk, mert egyrészt a friss ajzatbetont ugye még nem akartuk nagyon leterhelni, a másik pedig lenne az, hogy nagyon sok mindent még be kell a burkolat, oldalfali burkolatok alá építeni, ezzel keddi nappal vagyunk körülbelül kész, és így folytatjuk tovább. Lesz még majd két másik helyiség is, ez végén az informatikának a háttér része lesz, ami még ki lesz alakítva. Így a befejezési határidő módosítás szerint, illetve már a megyei kormányhivatallal történt egyeztetés alapján november 30, de természetesen ezt mi szeretnénk mindenképpen úgy csinálni, hogy ez hamarabb meglegyen. Sajnos vannak olyan technológiák, meg vannak olyanok, hogy ki kell neki száradni, amit ugye mindenképpen meg kell, hogy várjunk. Tehát végeredményben részünkről, amit teljes garanciával tudunk garantálni, az a november 30-ai befejezési határidő. Körülbelül azt mondhatom, hogy 95%-ban azok az emberek dolgoznak itt, akik az Ady Endre út 4 szám alatt is dolgoztak. Legnagyobb része karcagi vállalkozók, a fűtés, a villany, az informatika, ez mind az égvilágon karcagi vállalkozók egy az egyben, akiknek a munkájával megvoltunk az Ady Endre út 4. Nem csak mi, hanem a megrendelő is az Ady Endre út 4-be elégedve. És akik még dolgoznak és nem karcagiak, azok is a karcagi ipartestületnek a tagjai. Azt gondolom, hogy fontos, hogy karcagiak végzik ezt a felújítást, hiszen azért az elmúlt hónapokban, meg az elmúlt beruházásokban én azért mindig igyekezett olyan nyertes pályázatokat írni, hogy hozzon ide munkát a karcagi vállalkozóknak. Gondolom, hogy ők is örülnek ennek, hogy itthon dolgozhatnak. Én úgy gondolom, és az a gyakorlati tapasztalat is, hogy mindenképpen. Amit az előbb elmondott, ez mind igaz. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy attól eltekintve a munkáknak javarészét mindig karcagi vállalkozók végezték el, csak azzal a különbséggel, hogy itt a generál kivitelező levette azt, amit le kellett venni. Az Ady Endre utcai 4-nél például az ég, de egy az egybe a vállalkozási ár lett a vállalkozóknak kiadva. Itt majdnem az, de azért ennek vannak ugye olyan költségei, ami azért egy közös költség, amit természetesen itt beleértek a biztosítást, elkezdve energia, stb. Ugye, ami egy olyan általános költség, felelős műszaki vezető, még meg kettő is, mert van építész, van gépészeti, tehát mindezek figyelembevételével, és máshol is azt tapasztalom, hogy elvállalják a munkákat, és hát bizony legnagyobb részét azért karcagiak végzik, ami nagyon jó, csak nem mindegy, hogy egy vállalkozónak azon a munkán mi marad, meg nem beszélve arról, hogy nem mindegy, hogy milyen áron vállalkoznak. Én úgy gondolom és tudom, és láttam is a két építkezésen, hogy azért mi egy nagyon jó versenyképes, sőt mondhatom baráti áron vállalkozunk Karcagon. Ezt ennyien nem csinálnánk meg vidéken. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy kicsit lokálpatrióta is a csapat, amikor a pályázatnál a ceruzájukat egy picit végnyobbra fogják, de azért gondolom, hogy ahogyan elmondta korrektan, azért még pénzüknél vannak a vállalkozók. Én is úgy gondolom, hogy mindenképpen igen, viszont ahhoz, hogy egy pályázaton nyerjen egy vállalkozás, ahhoz attól eltekintve, ahhoz versenyképesnek is kell lenni az árának, és ez olyan legyen, hogy tényleg ebbe a vállalkozók is megtalálják a számításokat. Én még lehetőségem lesz rá meg a csapatnak, azon legyünk, hogy egyenesbe tudjon karcagi vállalkozás, karcagi dolgozó munkákon dolgozni. Így legyen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.